No, hölgyek, urak, fiúk, lányok. Itt vagyunk a szokásos felvételünkkel, ami röviden egy témát boncolgat. Mielőtt belevágnánk, jó? Gyorsan elmondom a kis belépőket. Róma jegy, ne higgyük el azt, amit mondok. Rendben, lehet tévedek, lehet hazdok. Gondolkodjunk szabadon, haladjunk. Önmagunk és a végtelen felé. Önmagunk és a végtelenben. Önmagunk és a végtelen által. A kés. Római 2. Szabadság, könnyedség, lazaság. Jó? Ne görcsöljetek rá túlzottan erre a spirituális fedés témára, mert ha nagyon komolyan vesztek, akkor beleragadtok, és még az életetekben sírkővé váltok. Mert csak a sírkő az, ami komor és merev, és nem változik. És Római 3. Tudjátok, mi ezt ingyen csináljuk. Ennek ellenére vannak jó páran, akik támogatják a munkásságunkat anyagilag, sőt, nem csak a munkásságunkat, hanem az étlosztásunkat is. Ezt nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy tényleg csak egy pár nevet, hogy említsek meg hálából. Nagyon szépen köszönjük MSC-nek, Andreának, Lászlónak, Enikőnek, Pálnak, Paulnak, Reginának, Katalinnak, Noéminak és Ákosnak, hogy mind a pénzükkel, mind a bizalmukkal támogatják azt, amit csinálunk. Na és akkor felolvasom a kérdést. Kicsit hosszú lesz a kérdés, de igyekszem megvágni. Kedves Krisztián, számtalan videódban lenyűgözően kibontod a témát, és ezek néhányával érintgetsz is nagyon óvatosan egy témát, amit azon úgy tűnik nem áll szándékodban sosem tisztességgel kibontani. És az öngyilkossága kapcsolatos kérdés. Látszott az óvatosságodon, hogy miután nagyon otthon vagy ebben a témában is, valamilyen gátlás alakul ki benned, amikor konkrét információt kéne adnod ennek a témának a sajátosságairól, következményeiről. Azon kívül még azon kevés alkalom, akkor is sokszor ellentmondásos megjegyzéseid vannak ennek az eseménynek a túlvilági elbírálásáról. Annyi az érintettek számára, hogy nevükben is megkérlek tiszteletet, tisztázd már, ha engedélyed van rá, hogy áll ez a dolog az átmenetelkor, a tudatossággal és az ott megélt, megérhető valósággal. Nem nagyon lepődtem meg, amikor számos ismerősen meglepően nagy érdeklődést tanúsított ennek a megismerésére, miután meglehetősen ismert vagy, és nagyon sokan hitelesnek is tartunk. Kérlek szépen, a következő eladásodban szállj időt arra, hogy megismertesd ennek a jelenségnek a következményei igazságát, és lehet minél szélesebb körben. Például van érdemi reménység odát ennek kapcsán a léleknek. Az elbírálás következmények a kritériumai, enyhébb vagy súlyosabb besorolás, a lélek megnyugvásnak lehetősége. Valóban létezik a karma törvényében, hogy ilyenkor még nehezebb körülmények közé kell újra születni, és stb. Nagyon jó a kérdés. Római 1-es. Nem, nincs bennem gátlás a témában. Nincs olyan, hogy engedélyt kell kérnem rá, hogy beszéljek róla. Bizonyos témákat, például ezt a végtelen valóság végtelenségét sem, tehát ott sincs engedélyről szó, de azért ott azért szoktam figyelni. De az öngyilkosságnál nincs semmi. Írtad is Római 2-es, nagyon meglátás, hogy egymásnak ellentmondás megjegyzései vannak. Így van. Nem azért nem beszélek konkrétan az öngyilkosságról vagy a halálról, mert hogy gátlásom van, vagy hogy éppen ne látnám át, hanem pont azért látom. És mit látok? Azt látok, hogy minden halál más és más. Maga a folyamat más és más. Mindenki máshogy éli meg a halált. Vannak általános törvények, de ezek nem a formára vonatkoznak, oké? Hanem a folyamatra. Hogy te, aki meghalsz, egy barátod, mikor meg fog majd halni, hogy ő hogyan fogja megélni, azt nem lehet elmondani neki. Akik elmondják, a különböző vallás, tanítók, szakemberek, hogy mi van, ők vagy tévednek, vagy igazat mondanak, a saját maguk tapasztalatai adta igazságot, ami neked nem lesz az. Rendben van. De lássátok, Római 3, hogy abszolút kompromisszumkész vagyok. El tudok mondani neked, el tudom mondani azt a folyamatot,
amit nagy általánosságban nagyon sokan meg szoktatok élni, akik mostanában fogtok meghalni. Plusz-minusz 50 év, tehát aki meghalt 1980-70-60 körül, meg aki meg fog halni mondjuk 2100-ig. Nem vagyok túl jó matekból, mi, de most, tehát nagyjából ez a intervallum, mert elmeslem majd mindjárt, hogy miért van ez időhöz kötve. Amúgy nincs, de mégis van. Rendben, de mielőtt belevágunk, szeretném leszögezni, hogy amit mondani fogok, azt ne vegyétek úgy készpénznek, hogy mikor meghaltok, akkor ne ezt várjátok. De ha ez fog bekövetkezni, akkor jussak eztekbe fogok, ha akarod, ha nem, és akkor fogka valóban, ahogy írtad, talán könnyebb lesz reagálni, vagy könnyebb lesz eligazodni a halál dimenziójának az útvesztőjében. Tehát ezért nagyon szívesen elmesélem, mondom, az általános igazságot, igyekszem ellentmondások nélkül csak azt az általános valóságot felvázolni, amivel ha találkozni fogsz, akkor ezzel fogsz találkozni, és igyekszem nem elmondani a mögötte lévő a valósággal szemben álló valóságokat, mivel mikor ez be fog majd következni, amit most elmesélek egy öngyilkossal, akkor nem fogja ott látni, úgysem kell neki ezt most tudni. Tehát, hogy most el fogok magyarázni, abszolút konkrét lesz, de tudjátok, kérlek mindenkit, hogy tartsa a szeme előtt, hogy nem ez a megfelebbezhetetlen igazság és valóság. Oké, de a többség így szokott belefutni ebbe a folyamatban. No tehát, öngyilkosság, mint olyan, valaki megöli magát. Az első lépés mindig az, hogy mi volt az öngyilkosság szándéka, hogy valóban meg akarta halni, vagy csak nem akart élni, hogy volt egy oka az öngyilkosságának, ami miatt tudatosan megölte magát. Börtönben volt, és megüzenték neki a mafiózó barátok, hogyha nem halsz meg, és vallasz a tárgyaláson, megöljük a családot. Vagy egy szamuráj, aki fölvágja a hasát. Vagy egy haldokló beteg, aki tudja, hogy vége van, és már minden pillanatban szenvedés fáj, és akkor elmegy eutanáziára, és sorolhatnám. Tehát ez is nagyon sokat számít. Oké? Illetve az, hogy mennyire éli az egyen az öngyilkosságnak a valóságát. Ugyanis az öngyilkosság úgy szokott bekövetkezni, hogy szóval mondja, az öngyilkosok gyávák, elmenekülnek a problémák elől. Ez nem igaz. Aki öngyilkos, az nagyon bátor, hiszen kilép az ablakon, hiszen beveszi a mérget, hiszen beleerül a törbe, hiszen kirúgja a lábbal a széket. De mikor a öngyilkosság ténye már elkerülhetetlen, tehát már az ember zuhan, tehát már a kötél folytogatja, akkor beszokott kapcsolni az életösztön. Ezer esetből 999-nél. És az életösztön magával hozza a félelmet és a pánikot. És innentől fogva a legtudatosabb öngyilkosság is egy öntudatlan folyamattá szokott válni, ami a következőket hozza magával, amit most el fogok majd mesélni. Nem mindenkinél van így, egy nagyon tudatosan meghalt egyénnél nem így van, de nagyon-nagyon ritka. Mondom most azt, beszéljük meg a kérésed kedvedért, kérésedért, ami a legtöbb emberrel történik. Tehát mikor az egyén realizálja, hogy meg fog halni, már zuhan lefelé, bekapcsol a pánik. A pánik általában olyan erőssé válik ilyenkor. Tudom, mert én voltam öngyilkos. Olyan erős válik ilyenkor, hogy szó szerint kiüt mindent, sokkot kapsz, mint amikor kataton leszel. A testeddel kapálózol, sikítozol, de igazából már belül nem jut el hozzád semmi. Amikor legtöbb öngyilkos becsapódik a talajba, vagy megfullad a kötéltől, vagy kinyíri a méreg, vagy a kés eljut a szívéig, akkor már a fájdalmat nem annyira érzi, a végét már nem érzi. Mondom, egyfajta kataton állapotba kerül, újra mondom, a test mozog. Hogyha valaki lezuhan a magasból, és odamész, és még él, akkor fel fog ismerni, látni fogod a pánikot, a félelmet a szemében. De mondom, belül már egyfajta ilyen üres állapotot él meg ez ember. Miért? Mert az ember eltűnik a folyamatból, az a nagy rettegés, nagy félelem szó szerint kiüti. És amikor az elme leáll, mert az egyén meghal, akkor megmarad az a fajta üres állapot. Ez az alaphelyzet. De, ugye miről van szó? Ugye a létezés miről szól? A létezés arról szól, hogy létrehozzuk a formát, a teremtést. Ez a kis autó nem létezett, megcsináltuk. Kit látta valaki, milyen menő lesz, ugye bele lehet tenni ilyen kis sütiket, legyártották a géppel. Valaki gyermeket akar, a fiút, lányt,
és ott van a semmiből létre az élet. Valaki asztalt akar, széket, elmegyek, megveszem, kifaragom. Az élet miből áll? Abból, hogy teremtesz, hogy létrehozol. Nem csak te, az egész univerzum, az egész dimenzió ezt csinálja. Hát a semmiből összeállnak a bolygók. Ugye? Aztán rajta megjelenik az élet, a víz, és sorolhatnám. Tehát a formák létrejönnek, az élet ez, a formák létrehozása. Itt, az anyagi univerzumban mi kell ahhoz, hogy a forma létrejöjjön? Hát kell lesz hozzá te, ugye, a teremtésben, egyfajta intelligencia. Ez akkor is igaz, ha csak egy bolygó jön létre, vagy egy fa létrejön. De most maradjunk nálad, mert te haltál meg, az embernél, az ember halt meg, ember ölt meg magát. Tehát kell lesz hozzá te, és kell hozzá micsoda, munka, stb. És idő. Idő. Itt nincs az, hogy rágondolok arra, hogy akarok egy széket, és tak a szék megjelenik. Nem. Meg kell csinálnom, el kell mennem, meg kell venni, idő kell hozzá. Na már most, a halál utáni dimenzió máshogy működik. Ott, ami az egyénben benne van, az azonnal valósággá válik a környezetben. Más a dimenziónak, más a rezgése, más a frekvencia, más benne minden. De a teremtés elve az minden dimenzióban ugyanaz. Létrejön a forma. Az belőled jön létre. És hogy itt nem látod az életed és a közted lévő, a teremtő erőt között lévő összekapcsolódást, a halál után sem fogod látni. Pláne az öngyilkos nem látja, miért? Mert ott sincs. Mert az történik az öngyilkossal, hogy ugye meghal, általában akkora sokkot kap, hogy eltűnik, szétzuhan, mondom, katatonná válik. De a benne lévő emlékek, élmények, álmok, vágyak, a benne lévő formák megnyilvánulnak azabban a dimenzióban, ahol éppen van. Innen jön az a tanítás, ebből a valóságból torzul el az a tanítás, mert azt mondják a tanítók, a mesterek, a vallások, hogy van purgatórium, hogy van egyfajta pokol, az öngyilkosokat megbüntetik. Mert valóban az öngyilkos ilyenkor azt éli meg, nem szándékosan éli ezt meg, mert nem tud mást megélni. Azt éli meg, hogy ugye hirtelen olyan világba kerül, ami az öngyilkossággához kapcsolódik, hiszen szakadnak föl a formák. Hiszen amikor meghalt ő, aki tudatosan tudott dönteni, hogy kilépek az erkéről, ő eltűnik, mondom, olyan, mintha a lélek katatonná válna, tehát tompává válna, de a benne lévő emlékek, álmok, vágyak, álmok azok felszakadnak, létrehozzák a formákat. Tehát igen, és mikor valaki azért öli meg magát, mondjuk, mert gyógyíthatatlan beteg, akkor annélkül, hogy tudná, hogy meghalt, ott fog ugyan feküdni az ágyban, gyógyíthatatlan betegként. És mivel a halál után dimenzióban van, ezért azok az emlékek, amiket itt az életében nem vett észre, nem tudatosult benne, de a tudatlanja felfogta, azok az emlékek abszolút valóságban sem válnak a számára. Tehát mikor itt volt egy beteg ember, aki feküdt az ágyban, egy fiatal ember, mikor itt feküdt, akkor nem tudta, hogy az anyja miatt a másik szobában sír. De a tudattal anyja, a lelke felfogta, és a halálban azt fogja megélni az öngyilkos, mondjuk, hogy ott fekszik az ágyban, és érzi az anyja szenvedését, amit itt az életben nem érzett. De ott előjön belőle. Miért? Mert a formák létrejönnek. Oké? Aki megölt, ismertem egy nőt, aki azért ölte meg magát, mert a gyerekei belefulladtak a medencébe. Ezt a sztorit aztán meséltem már, de elmondom újra. Annyi volt a történet. Fiatal nő, két szép gyerek, ikrek, kicsik, jóképű, gazdag férj, szép ház, szép élet, boldog voltak, szerelem volt, tökéletes életük volt. Gyerekek azt hiszem 2 évesek lettek, 3, nem is tudom, ilyesmik. Anyuka konyhában dolgozott, vágta a hagymát, stb. Közt nézegetett a gyerekeket, fél szemmel látott, kertben rohangásznak. Dolgozott, és egyszerűen azt vett észre, hogy nagy a csend. Kinézett, nem látta gyerekeket, kirohant, és a két gyerek belefulladt a medencébe. Hát egyértelmű, hogy ezt nem lehet feldolgozni. Hát nem lehet belőle normális ember. 1 évig próbálkozott, 1 év múlva aztán megölte magát a nő. Mi volt az ő halála? Ugye megölte magát, a halála pillanatában már eltűnt, ő az ember, de felszakadtak a benne lévő dolgok. Az ő pókla nem az volt, hogy ült a üstben, és böfkötte az ördög, dehogy. Hanem mi történt? Újra, meg újra, meg újra átélt ezt, hogy vágja a hagymát, boldog, felnéz, kirohan, a gyerekek halottak. És megint a sok, az egészet újra, és mivel
szakadtak fel az emlékek, az élmények, sokkal intenzívebben élte meg a szenvedést, mint itt. Hát gondolj bele! Hát mi ez a pokol? Hát hogyne? Ezért tiltják az öngyilkosságot, a vallások, a tanítók, a mesterek. Nem azért, amiért a politikai szán tiltotta, hogy a kellett a katona, meg kellett a dolgozó, a paraszt a földekre, meg a munkás kéz. Mert régen ezért mondták a papoknak, hogy tilt az öngyilkosság, de akik tudtak, akik láttak, akik többek, mint egy ember, akik megélték ezt is, amit én, majd folyamatosan megéljük, mert ugye ezek nem csak emlékek, hanem aktuális jelen a számomra, mindegy. Tehát lényeg a lényeg, hogy tehát ezért tiltják, mert az egyén számára a lehető legrosszabb tud lenni. Oké? És nagyon nagy szenvedés. Másrészt viszont el kell ismerni azt, hogy szabad akarat, lehetőség, mint olyan. Ha valaki ezt az utat választja, ő valószínű nem tudott mást választani. És épp ezért, ez sem végleges, nincs olyan, hogy valaki örökké szenved a pokolban. Jaj, de hogy! Bár meg lehet élni öröknek, de azért nem. Ugyanis ugye írtad, hogy mi történik. Van-e érdemi reménység odát, ennek kapcsán léleknek? Van. A következő szokott történni. Most két fő utat vázlok föl, ezek 99%-ban ezek történnek. Max a formák, másod a tartalmi rész ez. Az egyik, hogy az újra meg újra megismétlődő reménytlenség szenvedésnek köszönhetően. Pont úgy, mint itt, hogy alkalmazkodsz, és először nagyon fázol, aztán már kevésbé fázol, az első pofon nagyon rossz, a 20-at már meg sem érzed. Pont úgy elkezd alkalmazkodni, és a sokadik ilyen szenvedős kör után, maradjunk a példánál mondjuk, hogy ez a nő, aki megölte meg át a gyerekei halála miatt, egyszer csak azt élte meg már a nő, hogy már az esemény megtörtént, és hogy nem szenvedett annyira tőle. Hát szó szerint alkalmazkodott hozzá. És aztán a sokadiknál, mivel már nem szenvedett, már hirtelen déjà vu érzése lett. Hirtelen azt vette észre, hogy mintha ez már megtörtént volna. És apránként szépen rájött arra, hogy itt ez nem a valóság. A másik lehetőség, ha valakinek ez nem következik be, hogy vannak olyan nevező tudatok, segítők, szellemek, lelkek, őrangyal, mindegy, hogy hívom, akinek az a melója, hogy nem így tanít, mint mondjuk itt a Földön, hogy tanítanak, hanem itt a halálban tanít. Ő képes arra, hogy az a dimenzió, amit a halott létrehoz önmaga köré, mert ez úgy kell elképzelni ezt a dolgot, hogy a halál dimenziója az végtelen, és te, aki meghalsz, a saját magad álmaiból, önmagadból, vágyaidból, emlékeidből, a formáidból létrehoz egy olyan zárt dimenziót, ami megélhető végtelennek is, de összességében egy zárt buborék gömb dimenzió. De ez átjárható. Ezek a tanító, segítő tudatok, ezek képesek, megtanulták, hogyan tudnak belépni abba a dimenzióba, ahol az öngyilkos mondjuk van. Ez amúgy azért lehetséges, mert az öngyilkosnak egy korlátlanabb énje erre engedélyt ad. Az az énje, akit már az a tanító különben megszabadított a korábbi korlátott buborékjából. Tehát itt megint érdekesen összekeverték az idő, mindegy. Tehát lényeg, hogy belép el a tanítóba a buborékba, és elkezdi magyarázni az egyénnek, hogy mi van. Tehát valaki nem ébred föl, úgymond magától, hogy így fogalmazzak, azt kvázi felébresztik. Számtalan trükk van erre, hogyan lehet valakit felébreszteni. Valamikor elég vele beszélgetni, pont úgy, mint az életedben megjelenik egy szakállas üreg bölcsmester, az öngyilkos ott van, éppen éli a maga szenvedését, és hát csak megjelenik a kis tanító, vagy angyalszárnyakkal. Általában fölvesznek egy olyan alakot, ami a öngyilkos számára egyfajta különleges alak. Ha vallásos volt, akkor a vallásának az alakját, ha a nagypapa gyerekkorában nagyon nagy bölcsességeket adott, hát neki a nagypapa alakját is sorolhatnám, tehát fölveszik az alakot, hagyják, hogy a forma úgy nőjön létre, és elkezdnek beszélgetni kvázi az öngyilkossal. És szépen magára öntudat ébred. Ennek vannak speciális verziói, például, maradjunk az előző példánknál, amikor a nő, aki a gyerekeit elvesztése miatt a saját poklában őrlődött, a saját öngyilkossága miatt, hogy rájött arra, hogy olyan déjà vu érzése van, valami nem oké, akkor a tanító tudatok, ezek a segítő tudatok fölvették a halott gyerekeknek az alakját. És amikor a nő már rájött arra, hogy itt ez nem valóság, akkor a halott gyerekek a medencéből fölkeltek. Mosolyogtak, nevettek és elmagyarázták neki, mi a helyzet. Tehát vagy így, vagy úgy, mindig a lélek, hogy így fogalmazok, aki megölte magát, mindig megszabadul ettől a folyamattól. Mindig. Nem láttam olyat, hogy valaki ne.
láttam egy-egy szélsőséges estet, hogy valaki tényleg szó szerint kómába zuhant, és eónokat volt képes úgymond átaludni, de ezek ritkák. De mindig, oké, mindig a változását gondoltok bele, ez a szerencse különben. Ezért nincs örök élet, csak örök lét van. Legyen változás. Elbírálás következmény kritérium. Nincs enyhébb, súlyosabb. Nincs olyan, hogy valaki elbírál téged. A halálban a közül szokott bekövetkezni. Szokták mondogatni, hogy elbírálják az életünket, hogy megítéltetünk, ugye, egyiptom mitológia, szív, meg a toll, a mérlegen, keresztény mitológia, purgatórium, vallásokkal, a zsidók, az angyalok, mindenkinek megvan a maga játszmája, hogy tanítja a régi görögök, ugye, Hádész, létfolyó, vissza, stb. Kárnak, aki átvitte. Tehát mindenkinek van, de mindenki nagyon arról beszél, hogy a halálban igenis az ember az életét úgymond maga módján újra átéli, visszaemlékszik rá, és kvázi megítéltetik, hogy milyen ember volt, és életének köszönhetően, annak függvényében, amit művelt, pokolba, mennyországba, vagy megy tovább, vagy valami történik vele, újra születik, mint patkány, vagy mint WC-deszka, ha nagyon rossz ember volt. A valóság ennél fokkal komplexebb, másért meg egyszerűbb. Nincs, aki megítélne. Egy dolog van, aki megítél, egy lény, ez pedig te magad vagy. A következő is a legrosszabb, mert magadnak ott nem tudsz hazudni. Itt még csak-csak halálban nem. Azt szokott bekövetkezni az öngyilkosoknál, hogy miután ugye felébredtek, utána átélik újra az egész folyamatot. Ha volt oka az öngyilkosságnak, akkor azt is több dimenzióból, több szemszögből átnézik, mintha egy olyan filmvetítést nézne, ahol nem csak kinn a vásznon, hanem benne van a filmben is, és egyszerre éli meg az egyik szereplőt, a másik szereplőt, mindent. Ha valaki csak beteg volt mentálisan, és azért ölte meg magát, vagy éppen be volt drogozva, és azért ölte meg magát, tehát úgymond nem volt szándék, csak épp nem tudott ellenállni a szenvedésnek az életben, és azért ölte meg magát. Tehát minden, ami történik az öngyilkossággal kapcsolatosan, az ilyenkor megjelenik. Nem ítélnek meg érte, de lepörgetik. És ha megnézed, a legtöbb öngyilkos, aki valamiért megöli magát, az Isten igazából egy embert hibáztathat saját magát azért, ami történt. Mert persze megerőszakoltak, megvertek, sorolhatnám az indokokat, hogy valaki miért öli meg magát, amikor más lehet hibáztatni. De összességében az, hogy megtetted, az igazából azt te döntötted el. Az egyén ezzel szembesül. És mivel több dimenzióból nézi át az életét, ezért szembesül azzal, hogy milyen fájdalmat okozott mondjuk az itt maradt szüleinek, feleségének, férjének. Szembesül azzal, mert több dimenzióban látja át, hogy mi az, amit kihagyott az öngyilkossága miatt, mikor 28 éves fiatal férfi, fiatal nő leugrik az erkélyről. Akkor ő a halálban átéli azt az életet, amit átélhetett volna még itt. A sok csodát, a sok örömöt. És ezt mind veszteségként éli meg. Mint amikor egy nagyon erős honvágyad van avval a tudattal, hogy soha nem mehetsz haza. Az borzasztó rossz az a honvágy, gondolj bele. Tehát egy nagyon nagy szenvedést él meg az egyén. Nem azért, mert valaki ráméri, oké? Hanem azért, mert átéli a valóságot. Hogy a lehetőséget eldobta, úgymond, és ezáltal nem csak magának, a mindenségnek, a családnak, a barátoknak, az egész végtelen univerzumnak csak szenvedést okozott. Rendben. Nincs, mondom, ítélet. Nincs. De ilyenkor létrejön az ítélet, meghozott saját magad felett. Oké? És valóban létezik a karma törvényében, hogy ilyenkor még nehezebb körülmények közé kell újra születni. Így ilyen szinten nem, de valahol mégis. Hiszen mi történik? Az újjászületés micsoda? Az újjászületés ilyen szinten nem létezik, ahogy tanítják. Pontosan a megérhető ügy is, de valóság ennél komplexebb. Maradjunk annyiban, hogy konkrétak legyünk, hogy amikor valaki öngyilkos, akkor maga ez a folyamat, ugye, amit most megélt, ugye, megölte magát, elvesztette önmagát, csak a szenvedést élte, öntudatra ébredt, feldolgozta valamilyen szinten, átlátta, és az egész öngyilkosságot, ami ekkora pici élmény volt, hihetetlen rossz élmény, egy ilyen elképesztő nagy örvényé növelte, hogy megélte azt is, hogy mit okozott a barátoknak, a családtagoknak, mindent. Tehát egy hihetetlen nagy szenvedéssel teli örvény az, ami
létrehozza a formát. Mert mindig minden létrejön, mindig minden dimenzióban formát ölt a valóság. Akkor is, ha az nem anyagi dimenzió, ott is vannak formák. Tehát pontosan, amit mondasz, nincs arról szó, mondom, hogy egy Isten büntetése, vagy a karma büntetése, ez, de valóban, hát a forma létrejön, a forma belőled jön létre, és a benned, te magad egy hatalmas, fekete, szenvedő örvény vagy, hát egy olyan élet jön létre, ami ez maga. Amit szoktam mondogatni, és én szoktam mondogatni, hogy nem éri megölni meg magad, mert utána még nem csak azt kell megoldanod, amiért megölted magad, amielől elmenekültél, hanem még az öngyilkosságnak a terhét is fel kell dolgoznod. Ez igaz ilyen szinten. Tehát valóban arról van szó, hogy aki megöli magát, az megnehezíti a saját életét. Újra mondom, vannak kivételek. A nagyon tudatosaknál ilyen nincs, de az nagyon-nagyon-nagyon ritka. Oké? Ha valakinek meghalt, megölte magát a szerette, felesége, férje, gyermeke, ne kezdjen el aggódni miatt, és ne kezdjen el szenvedni. A halál nem úgy működik, ahogy mi emberi elmével gondoljuk. Én sem tudom átlátni emberi elmével, csak a nem emberi énjeimmel látom át, mert emberként nem tudok egy időben, egy térben, végtelen vetletben gondolkodni. Emberként van okokozati sorrend. A halál dimenzióban már ez a sorrend nem így létezik. Tehát, amikor valaki meghal, nem arról van szó, hogyha megölte magát a fiad vagy a lányod 10 évvel ezelőtt, hogy akkor ő, mikor te meghalsz majd 10 év múlva, hogy akkor, mikor meghalsz, akkor 20 év múlva még ő mindig ott fog majd a saját poklában szenvedni. Nem. Már rég túl van mindenen. Már rég szabad, és már rég éli a létezését, és boldog. Újra mondom, a létezés olyan, mint az amerikai Navy SEAL hadsereg, kommandósok. Senkit nem hagyunk hátra. Nincs olyan, hogy egy lélek megöli magát, és akkor bekómázik, és ott van valahol az univerzum egy fekete sarkában, csak hogy szenvedni, és akkor egyszer csak majd 100 milliárd év múlva nem hiányzik valaki? Ott hagytuk. Nincs ilyen. Rendben. Én csináltam ezt a melót, különben csináltam, hát egy nehéz módban jelenben ezt a fajta ilyen fölébreszteni az öngyilkosokat, vagy a halottakat, akik nem tudták, hogy meghaltak. Szép munka nagyon. Tehát nagyjából olyan, mint amit mint emberként, tanítóként végzel, csak többdimenziós, más kvalitásokat igényel. És innentől neked őszintén mondani azt, hogy ne aggódj és ne bánkódj, ha gyermeked, apád, anyád, valaki öngyilkos lett, mert igen, szembe kell nézni a dolgokkal, igen, nem lesz könnyű élete, de kinek könnyű? Most neked könnyű az életed? Hát nem. Mégis tele van boldogsággal is. Jó. No, jók lehetek.